Sziasztok! Anita vagyok a Sikár.gururól. Ma Tim Ferris a 4 hetes munkahét című könyvét hoztam el nektek. De még mielőtt belemerülnénk a könyvbe, hadd említsem meg, hogy az összes általam animált és összefoglalt könyvet én az eredeti angol nyelven olvasom. Illetve eredeti német nyelven, ha majd eljutok a német írókhoz is. Ez azt jelenti, hogy olyan könyvek is találhatók a repertoáromban, amelyeknek nincs magyar fordításuk. Mivel nem vagyok se stilisztikai fordító, se szerkesztő, de mégis úgy gondoltam, hogy így lesz igazán hiteles az összefoglalás, és így tudja a legtöbbet adni neked. Apropó, ha értesülni akarsz azonnal, amikor kijön egy új animált könyv összefoglalásom, akkor egyszerűen iratkozz fel a levelező listámra a www.siker.guru weboldalon. Nem csak értesítést küldök, ha itt az új könyv összefoglalás, hanem néha ingyenes e-bookokat vagy online tréningeket is kaphatsz. Timothy Ferris, 1977-ben született vállalkozó, író és kalandor. Jó pár könyvet írt köztük a négy órás munkahét. Ma erről a könyvről lesz szó. Nektek is volt már olyan, hogy régen olvastatok egy könyvet, de még mindig emlékeztek rá, hogy mennyire jó volt, és még mindig jó érzéssel tölt el, ha rágondolsz a könyvre. Nem tudom, hogy ez előfordult-e már veled, de nekem ez a könyv egy ilyen könyv. Az író elmondása alapján a könyvet fiatal, ambiciózus férfiaknak írta. Számomra ez felettébb zavaró volt, de a lényeg az, ha nem tudod az egész könyvet magadra vonatkoztatni, az se baj. Próbálj meg a sorok közt olvasni, mivel én rengeteg hasznos tippet és tanácsot találtam a könyvben, amit most vissza szeretnék nektek adni. Négy részre osztotta az író a könyvet. Meghatározás, kiküszöbölés, automatizálás és felszabadítás. Meghatározni, hogy mi az, amit tenni kell kiküszöbölni a felesleges zajt, ami hátrátat és csak időpocséklás. Automatizálni vállalkozásod, hogy a legvégén felszabadíthatsd magad, hogy legyen időd mindenre, ami számodra fontos. Tehát az első rész a meghatározás. A könyvet úgy nyitja, hogy nem tud egy tűzbiztos képletet adni a sikerhez, viszont adni tud egy képletet a kudarchoz. Próbálj meg mindenki kedvébe járni, és minden kérésnek eleget tenni. Reálisan és felelősségteljesen akarsz gondolkodni? Hogyan tartott ez eddig vissza attól, hogy azt az életet ért, amit úgy igazán szeretnél? Jöjjön akkor a feketeleves. Csapjunk a tippek és stratégiák közepébe. Miközben hallgatod, mindig járjon a fejedben, hogy Tim a legjobbaktól tanult, és leste el a technikákat, trükköket, melyek nagy részét most meg fogom veletek osztani. Ne tartogass semmit se a végére, mert soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Az író felvette azt a sikerszokást, hogy híres és sikeres emberekkel kezdte el felvenni a kapcsolatot, és kikérni véleményük és tanácsaikat. Te mire válsz? A tettek beszélnek, és a kutya ugat a régi mondás szerint is. Megalapozatlan és nem realisztikus célokat sokkal könnyebb elérni, mert sokkal kevesebb versenytársad van, nem igaz? Úgy gondolom, hogy a sikert a kényelmetlen beszélgetések számában mérik. A hideghívások olyan hívások, ahol nem ismered a felhívott feled, de valamit el akarsz neki adni. Tim Ferris. Hogyan lehet a legjobban kezelni a visszautasítást? Nos, az író szerint ragaszkodással. Ragaszkodni a célhoz. Megpróbálni és kudarcot vallani. Nem számít. Megpróbálni még egyszer, kudarcot vallani, jobban és többet tanulni belőle. Különben is az élet túl rövid ahhoz, hogy kicsinyesek legyünk, nem igaz? A legfontosabb tettek soha sem kényelmesek. Szerencsére be tudod magad programozni, hogy úgymond hozzászokja kényelmetlen helyzetekhez. Itt van a második pontunk, kiküszöbölés. Figyelem, nagyon fontos mondat következik. Nagyon elfoglaltnak lenni általában csak egy látszat, melyet legtöbbünk arra használ fel, hogy elkerülje a fontos, de kényelmetlen tetteket. Nem szoktátok ti is néha halogatásra használni a nagyon elfoglalt vagyok egész héten kifejezést? Tényleg fontos dolgokat csinálunk, vagy csak menekülünk a fontos tettek elől? Ezért rám régen teljesen igaz volt. Minden csináltam, csak azt nem, amit kellett volna. De vissza a könyvre. A cél, hogy csökkentsd a befektetett munka mennyiségét, miközben növeled a bevételed. Tim Ferris. Itt megjegyezném, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez lehetetlen, és ez csak badarság. Míg el nem kezdtem tanulmányozni sikeres vállalkozások és sikeres vállalkozók gondolatmenetét, és rájöttem, hogy ez bizony nagyon is lehetséges. Ez a Ferris gyerek tudja, miről beszél. A Pareto elf. Az eredmény 80%-át az input 20%-a okozza. Tehát, melyik 20% okozza a problémáid 80%-át? Melyik 20% okozza az eredményességeidnek a 80%-át? Ha nincs időd, akkor egyértelműen nincsenek prioritásaid. Tim Ferris. A határidő csodája, a Parkinson törvény, mely szerint a munkavégzés mindig addig húzzák, hogy kitöltse az elvégezendő feladat rendelkezésére álló időt. Tehát itt következik most a titkos sikertörvény. Felhasználva a Pareto elvet, sort ki az összes felesleges feladatot az ablakon, amelyek nem hoznak fontos eredményeket, majd a Parkinson törvényel állíts fel prioritásoknak megfelelően rövid határidőket az elvégzésükhöz. Közben mindig kérdez magadtól. Fontos eredményeket termelek, vagy csak lefoglalom magam? Most év csak elterelem a figyelmem a fontos dolgokról? Vagy itt van egy még szuperebb kérdés. Mi az a három legtöbbször használt tevékenység, amit ha elvégzek, úgy gondolom, hogy produktív vagyok? Mond az folytatja tippek tömkelegével. Azonosítsd be a pozitív és negatív embereket az életedben, mert a negatívok nem érdemlik meg az időd. Nagyon fontos, hogy kialakíts magadnak egy szociális életet, hisz minden attól függ, hogy kit ismersz, nem pedig attól, hogy mit. Időpocséklás. Az időpocséklás mindaz, amit ha elhanyagolsz, akkor nem lesz komolyabb következménye. Gyönyörű szép meghatározás, igaz? Ilyenek például egy vállalkozáson belül a gyűlések, a telefonhívások, a viták és az e-mailek. Ha meg tudod tenni, akkor ne csevegj, és ne is bíztas másokat csevegésre. Az idő ugyanis pénz. Majd Ferris felsorol webcímeket olyan szolgáltatásokhoz, amelyek megkönnyítik az életedet, például a www.doodle.com, amely például megkönnyíti a csoporton belül az időpont egyeztetést. A harmadik pontunk automatizálás. Egy személyes vállalkozóból nagyobb cégén ülni a vállalkozók egyik legnagyobb problémája, mivel a delegációval kezdődik a móka. Viszont a legtöbb ember nem tud és nem is szeret delegálni. Ez a probléma. A legegyszerűbb módja beletanulni a delegálásba egy online asszisztens alkalmazása. Tekints úgy rá, mint egy befektetésre, nem pedig egy kiadásra. Viszont, és itt megjegyzi az író, hogy szortíroz, még mielőtt delegálnál. Itt a szabály a következő. Sose automatizálj valamit, amit kiküszöbölhetsz, sose delegálj valamit, amit automatizálhatsz. Amit delegálsz, az legyen időigényes és jól meghatározott. Ha csak szaladgálsz körbe, mint egy levágott fejű tyúk, és ez delegálod le az asszisztensednek, akkor ugyanúgy sehova se fogsz tartani. Élvez és szórakoz is egy picit. Ha mindig komoly vagy, az még nem azt jelenti, hogy hatékony is vagy. Az órabér nem ugyanaz, mint a feladatbér. Tehát mennyibe kerül egy feladat elvégzése? Fontos tudni, hogy sose alkalmazzunk új öncokat, és tiltsuk meg a cégnek, hogy kiadják alvállalkozóknak a megbízásainkat. Mindenképp kérd meg az asszisztenst, hogy adja vissza a feladatokat a saját szavaival, hogy meggyőződj arról, hogy egy lapon vagytok. Tűz ki határidőket, és ne adj több, mint 24-48, maximum 72 órát az elvégzésükre. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhatsz ki nagy feladatokat, mint például egy átfogó üzleti terve elkészítését, inkább vedd részeire, és ragaszkodj a rövid határidőkhöz. Természetesen Ferris mindig angol nyelvű online asszisztens oldalakat sorol fel a könyvben, mint például a www.guru.com. Magyarországon még nem olyan gyakorolják ezek a cégek, de ne aggódjatok, hamarosan hozzánk is be fog jönni, ebben biztos vagyok. Az író arra biztat, hogy akkor is próbáljuk ki és alkalmazzunk online asszisztenseket, ha most épp nincs rá szükségünk. A lényeg az a gyakorlat, hogy lépj ki a komfortzónádból és gyakorolj. Saját tapasztalataim alapján igaza van az írónak. Az első online asszisztensem kipróbálása rettenetes élmény volt, de megérte, mert nagyon sokat tanultam belőle. És végre Ferisz rátér a lényegre. A cél egy olyan cég szerkezet, illetve rendszer felállítása, amely egy idő után nélkülünk automatikusan pénzt termel. Arra biztat minket, hogy ne állítsunk elő egy terméket, majd keressünk hozzá vevőket, hanem inkább fordítsuk meg a szisztémát, és nézzük meg, hogy az embereknek mire van szükségünk, majd találjunk egy piacot, és oda készítsünk egy terméket. Az embereknek készítsünk egy terméket. Tehát Feris folytatja az ötletáradatot. Piac találás. A piac lehet akármi. Fogorvos, mérnök, biciklízés, hegymászás, táncos, szakás, edző vagy autórestaulálás, Lehetsz viszont eladó, megvehetsz egy termékeladási jogot, vagy akár létrehozhatsz te saját magad is valamilyen terméket. Információs termékeket is kreálhatsz például a következő módon. Csatlakozz egy hivatalosan hangzó szervezethez, mint The International Foundation for Gender Education. Ezt online akármikor véghez viheted, 5 perc alatt is egy hitelkártya segítségével. Adj két-három ingyenes szemináriumot egy híres egyetemen, majd hívd fel két céget, hogy előadást akarsz náluk tartani. Utalj arra, hogy milyen szervezeteknek vagy a tagja, egy, kettő, hogy milyen egyetemeken tartottál már előadást, majd csendesen jegyezd meg, hogy te csak gyakorolni akarsz, és semmit sem fogsz eladni, vagy eladásra felkinálni. Na most a cégeknél vett fel ezt a két előadást, két kamerával, és nyomtass ki őket DVD-re. Majd itt az információs terméked. Leteszteheted a terméket akármikor Google AdWords segítségével. A design és a címkéket pedig könnyen és olcsó meg lehet tervezni a www.fiverr.com weboldalon. De természetesen erre van rengeteg weboldal online. Ferris több tucat weboldalt felsorolt a könyvében, mely segíthet egy új termék kitalálásába, tesztelésébe, bevezetésébe és marketingébe. Természetesen az összes angol, de van közt a pár, amit mi is használhatunk, mint például a www.wordpress.org. Arra az esetre, ha könnyen és olcsón akarsz weboldalakat szerkeszteni. Na de vissza a cég alapításhoz! Fontos, hogy az elején mindent te csinálj. Telefonhívások, bevőszolgálat azért, hogy ráérezd az ízére és begyűjtsed az összes fontos információt, lehetséges problémaforrásokat és a gyakran feltett kérdéseket. Tipként írja Feris azt is, hogy ne ajánlj fel sok lehetőséget a vevőidnek, mert nem fognak tudni választani. Továbbá, ha túl sok fajta terméked van, akkor a gyártást is nagyban meg fogja ez nehezíteni. Ne fogadjál soha fizetést a Western Unionon keresztül, és ha nagy kereskedő vagy, akkor emeld meg a minimum rendelést 12-100 darabra, és kérj áfa számot a vevőtől, nehogy csak az idődet pazarolt kezdőkre, akiknek még cégük sincsen. Felhív bíztat minket, hogy fejlesszük magunk és olvassunk marketinggel és eladással kapcsolatos sikerkönyveket. Zene füleimnek. Elérkeztünk az utolsó pontunkhoz, a felszabadítás. Ha kitartóan dolgozol napi 8 órát, akkor talán hosszú évek alatt te lehetsz a főnök, és utána kitartóan dolgozhatsz 12 órát naponta. Kecsegtető kilátások egy multivállalatnál, igaz? Az utolsó pont ezért maga a Kánoán. Amikor már megvan a termék, vagy termékek, a rendszer, az alkalmazottjaid, akár online, akár offline, egy olajozott, működő szerkezet, akkor már lehet lazítani, és hátradőlve élvezni a munkád gyümölcsét, melyre sose leszel képes, ha másnak dolgozol. Figyelj, ne légy büszke, hanem gondolkodj okosan. Cselekedj, és szállj ki abból, ami nem működik, legyen ez munka, vagy párkapcsolat, vagy egy élethelyzet. Azonnal. Ne vesztegesd az időt, hiszen az élet túl rövid ahhoz, hogy biztosra játszunk. Ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és az időtöket. Nagyon sokat jelent számomra, hogy meghallgattatok. Remélem tetszett az összefoglalom, és remélem tényleg sok hasznos információval szolgálhattam. Ne felejts el ellátogatni az oldalamra, siker.guru, ahol még több hasznos tippet és ingyenes információt kaphatsz, hogyan aknálsz ki rejtett erőid, és hozz létre magadnak egy szebb, gazdagabb és boldogabb életet, mert képes vagy rá. Ozd meg a videót barátaiddal, ha úgy gondolod, hogy tetszene nekik is. Éj szenvedéllyel, éj szerelemmel!